No, ahogy néhány perccel vagy másodperccel ezelőtt említettem Gajdos Tomi kollégánknak azt, hogy megcsinálja a gyerek ugyanazt, mint a felnőtt, hogy a sótartóra mutat kávézás közben, de közben tudja a felnőtt, hogy nem a sót akarja beletenni akkor, hanem a cukrot. Erről és ennek van valami egészen ezen túlmutató jelentőség ezen a sótartó bizniszen, de majd ezt mindjárt elmondjuk. Persze, mert itt vannak már a vendégeink, de még nem beszélgetünk velük, mert erre vonatkozóan van egy nagyon érdekes összefoglalónk. Meglehetősen izgalmas kutatást végeztek Magyarországon. Az ELTE és a CEU közös projektjében arra kereste a választ, hogy milyen tényezők befolyásolják a kisgyermekek döntéseit. Magyarul képesek-e kikövetkeztetni a feléjük érkező kérések valódi tartalmát úgy, hogy saját tapasztalataikat és a másik vélekedéseit is figyelembe veszik. Az eredmény egészen megdöbbentő, és a felnőtteknek egyben zavarba ejtő is lehet. A gyerekek ugyanis, mint kiderült, már 3 évesen képesek olyan döntések meghozatalára, mint a felnőttek. Nem véletlen, hogy már életük korai szakaszában képesek hatékonyan tájékozódni az összetett társas kapcsolatban. No, Kriszta. Király Ildikó, az ELTE tanszékvezetője, egyetemi tanár, és Kovács Ágnes Melinda, a CEU egyetemi docense. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Jó reggelt! Az előbb a rövid összefoglaló előtt azzal fejeztük be, hogy nem a sótartó a lényeg, hanem hogy ez a példa a gyerekekkel kapcsolatban mit illusztrál, mi ennek a kutatásnak a jelentősége, áttörést jelent-e ez számunkra? Így van. Tehát gyerekekkel természetesen nem egy ilyen sótartós példát használtunk, illetve való életben sem egy ilyenre kell gondolni, hanem például gondoljunk csak egy nagymamára, akinek több hasonlókorú fiúnokája van, hogyha azt mondja a nagymama, hogy Jancsikának, hogy Pistike, gyere csak ide, akkor Jancsika természetesen nem azt fogja mondani, hogy vajon Pistike hol van, hanem tudni fogja, hogy a nagymama neki szólt, és vagy azt mondja, hogy nem jövök, vagy azt mondja, hogy engem nem is így hívnak. Tehát úgy tűnik, hogy, és ezt megteszi például egy 3 éves gyerek, tehát úgy tűnik, hogy már nagyon korán a gyerekek képesek a szavak mögé nézni valójában, és képesek rálátni arra, hogy mi is a szándék, mi is a mögöttes szándék, hogy valójában nagymama neki akart szólni, és hozzá szólt. A másik gondolatainak az átérzése, empátia, a szándék felismerése, ez a jelentősége. Miért fontos az, hogy ez már ilyen kicsi korban működik? Hiszen felnőttként, vagy ahogyan haladunk előre a korban, ezt az ember megtanulja. Ez azért is olyan fontos, mert több kutatás és nagyon sok felnőtt tapasztalata is azt mutatja, hogyha mondjuk elteszünk egy csokoládét ebbe a bögrébe, én kimegyek, és Ági itt marad, és itt van egy pici gyerek szemlélő, legyen 3-4 éves, visszajövök, belépek az ajtóba, és Ági megkérdezi a gyerektől, hogy én hol fogom keresni a csokoládét, akkor bizony a gyerekek 3-4 éves korban még azt mondják, hogy ott, ahol van, az áthelyezés után, ha közben eltettük a csokoládét, és nem ott, ahol én hagytam, amit mi felnőttek rögtön mondunk. Tehát vannak olyan eredmények, amik megkérdőjelezik ennek a képességnek, a másik gondolatainak a követésének az értését kicsikorban. És mi pont azt próbáljuk megmutatni, hogy vannak zavaró körülmények a gyerekeknek, de ezek mellett, a zavaró körülmények mellett mégiscsak legfontosabb számukra a másik gondolatainak, szándékainak és érzéseinek a követése. És ez a kutatás azt mutatja meg, hogy annak ellenére, hogy bizonyos helyzetekben, amit az előbb is elmondtam, nem sikerül ez nekik, ha optimálisan biztosítjuk a körülményeket, és felhívjuk a figyelmüket a másik számára, mennyire fontos a szituáció, akkor még bonyolultabb feladatokra is képesek. És egy másik példa, amit biztos, hogy minden szülő megélt már, hogy elmegy a kicsi az oviba, kis csoportosokról, középsősökről beszélek, és az anyuka nagyon szeretné megtudni, mi volt az ebéd. Mi volt ma az óvodába, kicsim? Mi volt az ebéd? Jó volt? Mákos tészta volt. És a kicsi képes minden nap elmondani, hogy mákos tészta volt, és ezt is furcsának érzik a felnőttek, hogy miért? Hát ott van, tudnia kell, mi történik, nem emlékszik. Valójában tényleg úgy tűnik, mintha nem tudna visszaemlékezni az egyedi eseményekre, csak az összefoglalt, megismétlődő eseményekre, azért, mert az számára befolyásoló tény, a saját életére nézve, jövőbe lát ezenken keresztül. Tehát azt jegyzem meg, hogy mi szokott történni, akkor, ha azt jegyzem meg, hogy mi szokott történni,
akkor az nekem jó, mert tudom előrevetíteni, hogy velem mi történik. Ha mindig más történik, már pedig mindig más az ebéd, akkor elvesztem a fonalat. Egy gyerek hajlamos ezt képviselni. De ha másokról van szó, mi ezt mutatjuk meg, ha itt egy kicsi, rövid időben nekem azt kell követni, hogy ki mire emlékszik, én is tudok visszaemlékezni. Nem pedig elvesztem az egyedi események fonalát. Ez most bonyolultra sikerült. Azért is, de nem baj, mert képzelj el, hogy nekünk, amikor véget ér egy adásunk, elmegyünk haza, egy ismerősünk megkérdezi, hogy ó, mondjátok, kik voltak ma a műsorotokban? Én nem tudom általában, kettőnél többet nem tudok elmondani. Te? Mákos tiszta vagy. De azt akartam mondani, ezt el tudom mondani egy hét múlva is, hogy ezt nem értettem. Amúgy lehet, hogy bonyolult volt a példa. Tehát beszélj most arról, hogy a kutatás, mert az ember egyszer ezt eldönti azt, hogy kutatni szeretnék valamit, annak nyilván van valami célja. Hogyha ez egy tudományos eredmény, tudományos áttörés, tudományos vizsgálatnak a következtetés, akkor ez mi lenne? Hát valójában visszatérve... Hogy egy 3 éves is tud valamit, amiről nem gondoltuk, hogy azt tudja 3 évesen? Így van. Az Ildikó példája arról szólt, hogy valójában 3 évesen úgy tűnik, hogy nem mindenre emlékeznek, tehát sok mindent nem tudnak. Tehát, hogy ez a mákos tésztás, hogy nem arra utal, hogy nem tudja, hogy mi volt az ebéd, vagy nem akarja elmondani. Ugyanakkor, amire Ildikó előzőleg utalt, egy másik feladatban is úgy tűnik, hogy tévednek. Tehát bizonyos helyzetekben úgy tűnik, hogy tévednek, nem tudnak visszaemlékezni, nem veszik figyelembe a másiknak a tudását. Viszont mi próbáltunk egy olyan helyzetet teremteni, ahol ezt meg tudják tenni, és ez egy ilyen társas, interaktív helyzet volt, és úgy tűnik, hogyha elég egyszerűre tudjuk a helyzetet alakítani, akkor nekik ez sikerül. Tehát, hogyha megfelelően tudjuk mérni, akkor fel tudnak idézni eseményeket, figyelembe tudják venni a mások tudását, és ez nagyon fontos, mert hogy erre nem volt eddig eredmény, hogy ezeket össze tudják ők rakni. Jogos-e az a remény, vagy elképzelés a részemről, vagy egy utópia, és semmi köze az önök kutatásához, hogy ennek a tudásnak a birtokában a gyerekek fejleszthetők, célzott eszközrendszerrel, pedagógiával, 2 dologra például, egyrészt a mások érzései, helyzetével, szituációval szembeni empátiára, másrészt a szuverén gondolkodásra, tehát a propaganda és az agymosással szembeni olyan lehetőségre, hogy nem igaz az, amit most ő mond, mert én tudom, hogy mi az igaz. Ez fogós kérdés. Azt tudjuk eddigi vizsgálatokból, hogy ha egy szülő sokkal gazdagabb, részletezőbb beszámolót nyújt egy helyzetről. Nagyon sokszor ülünk gyerekeinkkel olyan szituációban, hogy közösen idézzük fel, hogy mi történt velünk, és arra van már kutatási adat, hogy a szülők 2 módon reagálnak erre. Az egyik szülő maga is elmondja a saját gondolatait, kritikáit, egy rátekintőbb, elemzőbb beszélgetést folytat a gyerekkel, míg a másik típusa a beszélgetésnek csak a tárgyakra korlátozza magát, felidézi újra, ami történt a gyerekekkel, de semmilyen extra belső információt nem ad hozzá. És azok a gyerekek, akiknek több olyan információt kapnak, ami a belső viszonyunkat jelzi az adott történésre vonatkozóan, hamarabb tudnak maguk is emlékezni, és jobban teljesítenek iskolában, ami azt jelenti, hogy gazdagabb literál, tehát amit mi literális, olvasás, írás és egyéb készségeknek mondunk, jobban teljesítenek. Tehát akkor az az üzenet a felnőtteknek, akik elkezdik a gyermekeiket nevelni és beszélni hozzá, hogy minél több helyzetről, minél részletgazdagabban ne becsüljük alá a képességeiket, mert ezt a legkorábbi időszakban is figyelembe veszik, és segíti őket a másik perspektívájának megértésében. Igen, szerintem a gyerekeknél az egyik legcsodálatosabb korszak, ez a miért? Tehát ez amikor, hogy minden elkezdi, de miért? És komolyan kell venni. Komolyan, a gyerekeket. És olyan jó, hogy a legtöbb kutatás most már alátámasztja azt, hogy kicsikorban érdemes komolyan venni gyereket. Még az érdekelne, hogy most oké, megvan ez a kutatás, ennek nemzetközi szinten lehet áttörése? Tehát egy olyan dolgot kutattak le, ami nemzetközi publikációba is belekerülhet? Tudván azt, hogy például Budapesten a 1 négyzetméterre jutó babalabor, az a Harvarddal, Bostonnal azonos mértékű. Nagyon híresek vagyunk a babakutatásról.
Erre büszkék is vagyunk. Így van, erre büszkék vagyunk. Hát ez a kutatás az Amerikai Tudományos Akadémia lapjában jelent meg, ami az egyik legrangosabb nemzetközi folyóirat, és reméljük, hogy valójában ez a kutatás egy hosszú távú kollaboráció, együttműködés része a CEU és az ELTE között, és ennek több szála van, felnőttekkel is dolgozunk, nagyobb gyerekekkel is, illetve reméljük, hogy ez folytatódni fog, és ugyanilyen vagy hasonló jellegű publikációk lesz, nemzetközi publikációk lesznek belőle. No, hát akkor várjuk majd ezeket az új publikációkat, és gratulálunk. Köszönjük szépen, hogy mindezt a kutatást megosztották velünk, és bízom benne, hogy minél többen értették.